Idén 12. alkalommal szervezi meg Magyarországon a Katolikus Caritas a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segítségnyújtó programját. Ehhez csatlakozik a pécsi egyházmegyei Katolikus Caritas is, és így módon segíti a rászoruló családokat. Magyarországon közel 1 millió gyermek indul el iskolába, és hát nagyon sok családnál ez a plusz kiadás hát nagyon megterheli a családi költségvetést. Mi próbálunk olyan módon segíteni, hogy a családokat támogatjuk olyan módon, hogy könnyítsük ezt a fajta tehertételt a családok részére, és idei évben itt a mi egyházmegyénkbe, a pécsi egyházmegyébe 300 gyermek részére iskolakezdési utalvánnyal próbáljuk meg ezt a helyzetet így könnyíteni. A támogatást az egész pécsi egyházmegyében végzik, Baranya, Tolna megye közigazgatási területein és Pécsen is. 42 önkéntes Caritas csoport van az egyházmegyében, rajtuk keresztül választják ki azokat a családokat, amelyeknél a legnagyobb szükség van a segítségnyújtásra. A családok kiválasztása már egész augusztus, sőt már egy kicsit előbb is elkezdődött, hiszen egész nyáron vannak segélyprogramjaink. Vár a nyár, amikor a gyermekeket iskola, illetve ebben az időszakban a gyermekeket táboroztatás, illetve különböző élményszerző programokba fogadjuk, és hát ezek közül a családok közül is sok gyermeket tudunk támogatni, illetve hát azokat a gyermekeket, akik évfolyamán, azokat a családokat, akik már évfolyamán is megismerünk, ő hozzájuk jut el ez a fajta segítségnyújtás. A vásárlási utalvány csak is iskolaszerekre, tanszerekre, tornafelszerelésekre lehet fordítani az egyik bevásárlóközpontban.